Figyú, Dima, Dianának nem kell tudni semmiről. Szeretnék az ő pompom lány csapatában lenni. Miért kell bujkálnunk? Én már nem járok Dianával. Nem mondj neki semmit, ő Smiley karjár, de azt hiszem, hogy ő még mindig szerelmes beléd. Knopa, nem akarok bujkálni, én csókolni szeretnélek. Dima, várj, leveszed a sisakot? Rendben. Remek, várom a haverom, amíg ő smárok Knopával. Nagyon jó itt ücsörögni. Hány ingerem van? Na szóval, lányok. Lányok? Ők mit csinálnak ott? Ez Dima? Hát nem látjátok, mit csinálnak? Buták vagytok? Azt hiszem, bujkálnak a sisak mögött és beszélgetnek. Diana, ne beszélj butaságokat, ők csókolóznak. Csókolóznak? A fenébe mit csinálnak ilyen sokáig? Diana, hát nem látod, ők szerelmesek. Igen, ez francia csók. Elég hosszú. Csajok, ne idegesítsetek! Wow! Kostya, ők mit csinálnak? Nem tudom, nem kérdeztem meg őket. Csajok, megyek, megkukkolom. Várj már! Ugyan már, minek kell ez neked? Mi nem világos, csókolóznak. Gyerünk, gyerünk. Knopa, milyen volt? Jó, még egy kis tapasztalat is jó lesz. Rendben, most megyek az edzésre. Szia, Knopa, majd találkozunk. Nem kosarazó, de Dima is menő. Ó, Kostya, még mindig rám vársz. Ez most komoly. Remélem, előtte te most csókolóztatok utoljára. Ah, Knopa olyan menő. Mi van, ha Diana féltékeny lesz? Szeretett Knopát, vagy csak Dianát akarod féltékenyíteni? Gyere, menjünk edzeni. Jelenleg azt akarom, hogy Diana féltékeny legyen, de majd még meglátjuk. Patrik, mire vársz? Menj már! De mi van, ha ő nem etne? Nem fog, higgy nekem. Csak legyél természetes. Add magad. Fiúk, én ezt nem bírom. Menj, mi tartani fogjuk a csipiszt? Menni fog neked, higgy el! Anyuszi kibújt a lyukból. Gigi, szeretném, hogy beszéljünk. Patrik, add vissza a könyvemet. Gigi, ide figyelj. Jaj, nem akar a barátnőm lenni. Patrik, és akkor mi van? Mit bírok én itt? Gigi, eljössz velem randizni? Patrik, mi? Mit mondtál? Mi? Gyerünk, gyerünk! Gigi, hát nem hallasz? Leszel a barátnőm? Hát nem tudom, Patrik, te nem vagy az én típusom. Fontolóra veszem. Ha túl sokáig vacilálsz, akkor találok más. Patrik, átgondoltam, leszek a barátnőd. Jééééé! Van új városunk! Van új városunk! Patrik, hogy érted azt, hogy járni? Mit fogunk csinálni? És akkor most hogy lesz? Én fogom vinni a táskádat a suliba, te pedig nekem fogod adni a reggelidet? Hát te vinni fogod a táskám, de én nem fogom neked adni a reggelimet. Ezt neked! Oh. Micsoda! Gigi, muszáj mindent megadnod a fiúdnak. Mindenki meg fog lepődni az iskolában, ha meghallják, hogy van egy új pár az osztályban. Ó, emberek, jaja le fog döbbenni. Jaja boldog lesz, hogy Patriki végre békén hagyja. Hát akkor, Gigi, megcsókoljuk egymást. Ó, elsőcsók! Várjatok, emberek, ha valakivel jársz, akkor muszáj megpuszilnod. Igen! Persze! Na figyú, és mondd meg neki, ha még egyszer a közelébe megy a Janámhoz, meg fogom ölni. Igen, ezt mondd meg neki, ez az utolsó figyelmeztetés. Jana az én barátnőm. Érte vagyok? Hé, bravasszi, elmondod, mi folyik itt? Ki az, aki Janára hajt? Tudod, Maxot, az a rasztás, magas srác. Igen, és? Kerülgeti Janát, és ez nekem nagyon nem tetszik. Ó, bravasszi, ne untas, csináljon, amit akar, tudsz te találni jobb csajt is. Hogy mit mondtál? Tudsz találni jobb lányt is? Ne beszélj így az én Janámról, jó? Provaszi, ugyan már, várj egy kicsit. Nem várok, vigyázz, mit beszélsz. Hello, fiúk, hogy vagytok? Befejeztétek az edzést? Jól vagyunk. Minden rendben van, elhoztad Diana? Hello, Provaszi. Szia. Szia, Smiley. Persze, hogy elhoztam, nem hagyhatom, hogy az én Smiley-om éhes maradjon. Tessék. Köszi. Provaszti, ma voltam boltban és vettem táskát. Olyan menő, tisztára, mint az eredeti. Jana, hagyj engem, nem érdekel a táskád. Provaszti, mi a baj? Miért vagy kedvetlen? Csajok, hol vannak a pomponok? Itt olyan kupi van. Ízlik? Igen, finom. Holnap akkor hozok még. Smiley, mi a baj Provasztival? Ma olyan rossz kedvű. Ugyan ne figyelj rá, csak rendezzék le ők ketten. Hello mindenkinek. Rendben, Diana, itt vagytok mindnyájan. Nekünk mennünk kell, találkozunk edzés után. Oké, rendben, majd találkozunk. Oké, Diana, találkozunk a szünetben. Hello, Provaszti. Végre, elkezdjük végre az edzést. Miért vagytok ilyen szomorúak? Én ma nagyon jó hangulatban vagyok. Igen, azt látjuk, hogy ma ragyogsz. Csak arra lennék kíváncsi, hogy mitől ragyogsz ennyire. Igen, érdekel, hogy te miért vagy ilyen boldog. Knopa, tán tavasz van és szerelem. Igen, szerelmes vagyok, és azért vagyok boldog. Ez az, csajok. Amúgy, Knopa, akarok majd valamit neked mondani.
Jó vagyok az edzéseken, nem? Nem, Knopa, nem vagy. Azt szerettem volna mondani, hogy ma még a tieid lehetnek ezek a pomponok, de holnap már elveszítheted őket. Úgy is van, Diana, muszáj megmutatnunk Knopának, hol van a helye. Igen, felvettük őt a csapatunkba, de ő olyan beképzelt. Ez az, csajok, na, kezdjük az edzést. Nem, Diana, nem kezdjük el, amíg el nem mondod, hogy mi történik. Miért vagy ilyen mérgesre? Ó, megmondtam, Knopa, ez nem olyan egyszerű. Na, Knopa gyorsan megmutatta az igazi arcát. Ide figyelj, Knopa, te azt hiszed, hogy én semmit sem tudok? Hogy nincsenek szemeim? Én mindent látok. Diana, miről beszélsz? Elmagyaráznád, hogy mi a baj? Nem értek semmit. Figyük, Knopa, azt hiszed, hogy vakok vagyunk? Mindent láttunk. Igen, mindent látunk. Ide figyelj, Knopa, szerinted az rendben van, hogy a csapatomban legyél, és közben megcsókolozz az exemmel? Ó, te Dimáról beszélsz, Diana, nem bírsz nekem parancsolni, azzal csókolózok, akivel akarok. Ide figyelj, Knopa, csókolózhat akivel csak akarsz, még földön kívülivel is, de nem akarlak látni az exem közelében. Ó, most már érthető, te még szerelmes vagy belé, tudtam. Figyelj, Knopa, ha a csapatomban akarsz lenni, akkor találkozhatsz bárkivel, akivel csak akarsz, kivéve az exemmel, Dimával. Én a te csapatodban leszek, az meg az én privát dolgom, hogy kivel fogok randizni. Diana nagyon feldúlt lett Knopa miatt. Mi meg felvettük a csapatunkba. Knopa, remélem megértetted, amit mondtam. Csajok, gyerünk, kezdjük el. És jobbra, balra, föl, le, jobbra, föl, szét, le, balra. Ó, szevasz, mondd meg Max haverodnak, hogy meg fogom ölni, ha még egyszer Jana körül látom. Értve? Elegem van belőled, vagy Jana eldönti egyedül. Éj, kosarazók, azt hiszitek, bármit megtehettek, mert idősebbek vagytok? Na, találkozzunk a suli mögött. Látom, tényleg leszámolást akartok. Mi nem félünk tőletek, mindig ti szöktök előlünk. Mondd meg a rasztás haverodnak, hogy nagy bajban lesz, ha még egyszer felhívja Ananát, vagy meglátogatja otthon. Én meg majd segítek Brovasszinak levágni a rasztáit. Én senkinek nem mondok semmit, ha akarsz, menj hozzá és mondd meg te neki. Igen, félsz? Knopa, tudnánk beszélni? Fel, oldalra, le, fel. Diana, mindjárt jövök. Igen, Dima, mondd. Menjünk ki. Csajok, ez túl sok. Láttátok őt? Ő csak simán kiment. Mit csinál? Diana, lassan. Ő kitalált valamit. Lehet, hogy Dima féltékenyé akar tenni téged. Nem értem, hogy miért akarná ezt. Mi jó viszonyban vagyunk, mi barátok vagyunk. Diana, nyugodj le. Ott van neked Smiley. Muszáj valamit tisztáznunk, nem maradhat a csapatunkban. Vajon mit tehetnénk? Dima, mit akarsz? Nekem edzésem van. Kit érdekel? Gyere, kávézzunk egyet! Rendben, gyerünk. Csajok, nem értem, hogy tud Dima így viselkedni. Diana, ne sírj már! Ne aggódj! Lányok, tudom, hogy csak barátok vagyunk, de muszáj ennyire nyilvánosan mutatkozniuk. Még akkor is, ha együtt vagyok Smiley-kkal, azért még vannak érzéseim Dima iránt. Ó, itt vannak a csajok az edzésről. Diana, mi történt? Semmi, megyünk a kantinba. Dima megbántotta őt. Nézd ezt, Max és Dima. Azt hiszem, hogy Max Jana körül lézenk, Dima pedig Diana körül. Hol van ez a Dima? Tudjátok mit, emberek, a járás olyan egyszerű. Patriknak is nekem tökéletes kapcsolatunk van, igazam van. Gigi, ti csak 20 perce jártok egymással. Emberek, azt hiszem, nem kellene többet találkoznunk Dianával. No, ez már több a soknál. Noppa, túl sokáig játszott. Itt vannak a gyönyörű párosaink, Gigi és Patrik, én és Dim. Igen. Kosztja is a labda. Hé, te! Megmagyaráznád nekem, hogy mi folyik itt? Én? Nem, a sisak nélküli. Mit csináltam? Mit kell elmagyaráznom? Ha még egyszer megsirattatod Dianát, ki foglak nyírni. Én megsirattattam. Dima nem tehet semmiről. Dima és én szerelmesek vagyunk, Diana meg féltékeny. Smiley, ez mit beszéltem? Féltékeny? Noppa, ezt hogy érted?